Igen, az a címe, amit javítottunk a 4-3-4-es kiadásban. Itt ezt a javítást, ezt azért gondoltam csak így hangsúlyozni, mert azért már egy elég kiforrott projekt az Avid Profis, elég sok mindent megcsináltak benne, és sokszor arra oda kell figyelni, hogy ha valami új funkciót csinálunk, és nem csak javítunk, akkor azért ezt időtesen érdemes átnézni, hogy ezt valamilyen más formában már nincs benne, hogyha valami ilyen új dolgot kitalálunk, akkor hogy viszonyul az más, új, más létező funkciókhoz, nem lesz-e inkonzisztens a rendszer, stb. Úgyhogy a legtöbbször inkább ilyen javításokat csinálunk, de azért lesz szó természetesen új funkciókkal is. Én úgy kerültem bele ebbe a LibreOffice-os képbe, hogy 2010-2011 nyarát a LibreOffice Writer-nek a RTF megnyitója, illetve a mentőinek az írásával töltöttem. És aztán 2012 óta napi szinten ezzel foglalkozom. Két részre osztanám ezt az előadást, lesz a 4.3-ról szó, illetve a 4.4-ről, és az utolsó szlájdon lesz két szó, hogy mi lesz a augusztusban jövő 5.0-ról, de most először foglalkozunk a 4.3-mal. A 4.3-nak az egyik új, újdonsága az, hogy volt ez az elég buta limitáció, hogy a egy darab writer-es paragrafusnak, annak 2/16 karakterrel lehetett. Ami igazából annyira nem érdekes, mert ez egy átlag betűmérettel, vagy betűtípussal ez egy olyan 16 oldalnyi szöveget jelent. Ez akkor volt inkább probléma, hogyha mondjuk böngészőből elkezdtünk copy-paste-elni szöveget, és hogyha a HTML-ben a br-teget, mint break, tehát ezt csak a soremelés és nem új paragrafust használták, mondjuk egy egész hosszú cikket meg lehet úgy írni, hogy csak ezt használjuk, akkor az a writer-ben is egy soremelés és nem egy új paragrafusként kerül beillesztésre, és az továbbra is egy paragrafusnak számít. Na itt viszont, hogyha pár ilyen hosszabb cikket elkezdtünk copy-paste-lenni a writer-be, akkor előbb-utóbb belefutottunk ebbe a limitációba, és hát ez nagyon bosszantó volt, tehát nem volt ennek túl sok realitása, hogy miért kell ez a limit. Azért volt ez a limit, mert akkor, amikor elkezdték a writer készíteni, akkor már akkor is ugye ezt C++ nyelven kezdték el írni, de akkor még nem volt szabványos string osztály a C++ nyelvnek, és saját string osztályt csináltak, ebből is gyorsan kettőt. Nyilván először csináltak egyet, aztán kitalálták, hogy lesz majd egy jobb, de a konverzió erre az újra, az Office Unicode stringre nem készült el, és ez a félben maradt megoldásnak volt ez az eredménye, hogy a régi 16 bites limites stringet használtuk a writer-es paragrafushoz, és hát ezt a konverziót kellett befejezni, ez egy borzasztóan unalmas, és nem is teljesen mechanikus munka volt. Talán a legtöbb munkát ebben a szintén Red Hat-nél dolgozó Kieland McNamara csinálta, de ez egy igazi közösségi erőfeszítés volt, rengetegen segítettek ebben, és most arra területet a 4.3-ba jutottunk el ide, hogy a writer-es paragrafusok egyáltalán nem használják ezt a régi string osztályt, és emiatt most már tetszőlegített valami 2/32 karaktert lehet eltárolni, tehát gyakorlatilag nincs elimitálva. Egyébként, hogyha valakit ez nagyon meghatna, hogy ez hú, de jó dolog, hogyha csinálunk egy alakzatot, és abba teszünk szöveget, annak meg ugyanúgy megvan az a 16 bit limites problémája, úgyhogy ez még egy megoldandó feladat, de azért gyakorlatban annyira nem érdekes. Nem tudok így most hirtelen mondani olyan példát, hogy csak azért, hogy tönkretegye a writer-t az ember, akkor persze próbálkozhat ilyennel, de egyébként így egy gyakorlatban nem szokott problémát jelenteni. Következő 4.3-as új funkció, vagy hát javítás, vagy aminek hívjuk. Amikor OXML-es, tehát DocX, XLS, XPPTX fájlokat nyitottunk meg, és ebből itt a writer-ös részre koncentrálnék, tehát ezek a DocX fájlok, ezeknek az alakzatai két darab különböző markup nyelvvel voltak, vagy lehet őket leírni.
a régebbi, ez a VML, ez egy XML alapú, de egyébként egy-egy beleképezése a régi bináris doknak a alakzat leírásainak, illetve a DrawingML az egy újabb valami, ami viszont nem egy, ami már az újabb Microsoft Office-os alakzatos funkciókat csak ezzel a DrawingML-el lehet már leírni. És a LibreOffice az elején, egészen a 4.3-as verziói, csak ezt a VML leírást tudta olvasni, amiben ugye nem volt benne már minden funkció. Ezt úgy kell elképzelni, hogy ha már valami olyan, az alakzatnak valamilyen olyan tulajdonsága volt, amit VML-en már nem lehetett leírni, akkor például egy egyszerű képként írták le VML-en, és DrawingML-en pedig ténylegesen megkaptuk azt a szerkeszthető alakzatot. Tehát volt egy ilyen probléma, hogy ezek az alakzatok mindkét leírással benne vannak a doksiban, de ez a VML, ez a Microsoft Office részéről egyre inkább már csak úgy dísznek van benne, írni és olvasni ténylegesen ezt a DrawingML-t használják, mi viszont még megmaradtuk ennél a VML írás és olvasásnál. És a 4.3-ban volt ez a váltás, hogy innentől kezdve mi is tudjuk, hogyha csak a VML elérhető, akkor azt olvassuk, de egyébként írni, olvasni ezt a DrawingML-es prezentációt használjuk. Ami egyébként azért így a gyakorlati szempontból azért lehet érdekes, mert hogy az XLSX, illetve a PPTX formátum is már a Office 2007 óta ezt a DrawingML-t használta, így emiatt a LibreOffice oldaláról a Calc, majd az Impress is már ezt a DrawingML-es leírást ezt már használta, és összességében az alakzatokat ugye legtöbbet talán az Impressben használunk a prezentációknál, így maga ez a DrawingML-es filter, ez sokkal jobb állapotban volt, mint amit a VML-nél kaphattuk. Ezt mutatja ez a screenshot is itt, hogy a bal oldalon van ez a hát kicsit össze-visszaság, ami ez egy ilyen matematikai feladvány volt, azt hiszem valamelyik ilyen általános iskolai matematika versenyen, hogy nézett ki VML-ben, és csak azzal, hogy a DrawingML-re váltottunk, azzal a megnyitásnak a minősége azért az jelentősen javult. Ez pont egy olyan funkció, amin én személyesen is dolgoztam. Talán a 4.1-es verzióban mutatkozott be új funkcióként, hogy ne csak egy adott pontba szúrhassunk be megjegyzéseket, hanem kijelölhessünk egy szót vagy egy paragrafust, és arra tehessünk megjegyzést. De a 4.3-ban ez lett továbbfejlesztve, és most már ilyen átlapolódó, vagy egymásba ágyazott meg. Szóval tetszőleges kezdő és végső pozícióval hozhatunk létre megjegyzéseket. Ez kapott egy nagyobb rendfelvarrást ez a funkció, és ezt végig is vittem az összes docx, doc, RTF formátumokra is. Tehát az összes népszerű formátumból ezt olvassuk, és abban tudjuk ezt menteni. A Stricto XML ez a 2013-as Microsoft Office-ban mutatkozott be. Az lenne a célja, hogy hiába kampányolnak azzal a Microsoft-ék, hogy az új XML az egy ISO szabvány, ez valamilyen szinten igaz, csak éppen amit ők írnak és olvasnak, az nem az a szabvány, amit elfogadott az ISO. És mint új funkció, ezt a 2013-as Office-ban elkezdték támogatni a szabványosított változat, tehát az új XML-nek. De ez a gyakorlatban még egyelőre nem láttam, hogy ez túl sok helyen előfordult volna, de ettől függetlenül várható, hogy egyre több helyen, ahol majd érdekli az embereket, hogy valamilyen szabványos formátumot használnak, és esetleg nem az ODF mellett döntenek, akkor ez a Stricto XML az egy opció lehet. Sajnos ez nagyon megtévesztő, mert ugyanúgy DocX, XLSX, PPTX kiterjesztése van, pedig most már három különböző verzióról lehet beszélni. A 2007-es, Office 2007-es vonal ezt az ECML verzióját használja az új XML-nek, utána a 2010-től kezdve ezt az új XML Transitional verziót használják, ugyanúgy ezekkel ugyanazokkal a kiterjesztésekkel, és most már a 2013 óta bejött ez a Strict verzió is, ugyanazokkal a kiterjesztésekkel. Nyilván arra megy ki a dolog, hogy a felhasználót megtévesszik, és a felhasználó ne tudja megkülönböztetni, hogy mi egy valóban nyílt
illetve hát nem is nyílt, de legalább vizuálisan ténylegesen szabványosított verzió, és mi az, ami egyszerűen csak egy gyártó, senkivel nem konzultálva kiadott, mint dokumentumformátum. A sztori vége az, hogy a 4.3 óta ezeket a strict formátumokat is meg tudjuk nyitni. Egyelőre menteni nem tudunk bele, remélem volt gyakorlati igény, de nyilván ezt is meg lehetne csinálni. Egy régi fájdalma volt az embereknek, hogy a megjegyzéseket csak úgy lehetett nyomtatni, hogy a megjegyzések azok a dokumentum végén felsorolásként kerültek. Most már ezt is, mint ahogy itt látszik itt a screenshoton, így ahogy ez a képernyőn is meg szokott jelenni ezt egy az egybe így is lehet nyomtatni. Állandóan a Writer-ről beszélek, ez nyilván azért van, mert én a Writer-rel foglalkozom, és ott tudom fejből, hogy milyen új funkciók meg javítások voltak, de most csak, hogy ez ne legyen igaz, hogy csak a Writer-ről beszéltem, itt van egy kalkos javítás. A bal oldali screenshoton nem tudom, mennyire lehet látni. Itt szerkesztjük a cellát, és hivatkozunk az A1, B1, C1, újra a B1 és újra a C1 cellára. És azért, hogy ugye milyen borzasztóan felhasználó barátok vagyunk, szépen ki is színezzük az összeset. Tehát igen, nem csak éppen a B1, ezt ugye itt most kétszer szerepelt, egyszer pirosra, egyszer zöldre színeztük. Innentől kezdve tök mindegy, hogy ezt a B1 cellát mire színezzük, valamelyikkel nem fog stimmálni, és így az borzasztó lesz. Innentől kezdve ez a színezés igazából sokat nem segít. A jobb oldali ábrán látható, hogy szépen azt a B1-et most már felismeri a rendszer, hogy akkor kétszer ugyanazt a cellát hivatkoztuk. Most nyilván itt ez egy ilyen állatorvosi ló, hogy csak hogy kétszer legyen ez összeadva, de egy valós életbeli képletnél is ezzel ezelőtt fordulhat, hogy kétszer szerepel ugyanaz a cella, csak észreveszi a rendszer, hogy ez ugyanaz, mind a kettőt pirosra színezi, és nélegesen a B1-et is nekünk a pirosra színezte. Azt hiszem ténylegesen ezek a kis javítások azok, amikből, hogyha sok összegyűlik egy újabb, nagyobb kiadásra, akkor ez az, ami aztán a felhasználóknak az életét könnyebbé teheti, és nem lesz az, hogy már megint felidegesített ez a szoftver, hanem tehát, hogy ilyesmikben érdemes szerintem fejlődnünk. Az alapfunkciók azok nyilván megvannak már a LibreOffice-ban, nem kell olyan borzasztóan nagyokat alkotni meg. Itt ül a közönség soraiban Zolnai Tamás, ez az ő munkája volt a Impressben, ilyen GLTF modelleket be lehet illeszteni a 4.3-as verzió óta, erről a GLTF-ről szerintem senki nem hallott, viszont hogyha bárki játékok vagy bármilyen OpenGL programozással foglalkozott, akkor biztos ismeri a textúrákat, ennek az a lényeg, hogy van valamilyen anyag textúrán, tudom én mondjuk, hogy vagy az a pad itt, ahol lehet ülni, a padnak milyen az anyaga. Ezt a textúrát fel tudom tölteni a grafikus kártyára, utána megadok valamilyen alakzatot, és utána a grafikus kártya már ennek a textúrának arra az alakzatra való vetítését már ő megoldja. Na erre építve ez a GLTF modell, ez ugyanezt akarná csinálni, hogy van valamilyen modellünk, és az egész modellt fel lehessen tölteni a videókártyára, és onnantól kezdve mind csak forgatjuk, vagy belőle transformáljuk, és ezt majd mind meg tudja csinálni a videókártya. Eddig ezekre a modell leírásokra nem volt egy olyan formátum, amit maga a hardware is megérthetett volna. Ez a GLTF az erre egy jó próbálkozás, és hát hogy ezt szerűsítsük, így az Impressbe is most már be lehet szórni ilyen modelleket. A Start Centerben már talán a 4.2, igen, azt hiszem a 4.2-ben mutatkozott ez be, hogy van egy ilyen nagy ablak, csomó helyen, nem használjuk semmire. Legyen az, hogy ezeket az alkalmazásoknak az indítását azt tegyük ki egy ilyen sidebarra, és magát a nagy helyet, az pedig töltsük fel a legutóbb használt dokumentumokkal, és ilyen kis bélyegképeket is mutassunk róluk, hogy könnyebb legyen felismerni. De ez csak ODR dokumentumokra működött. Itt két újdonság van, az egyik az, hogy most már minden ODR dokumentumokban benne van a dokumentumban ez a pici bélyegkép, tehát anélkül, hogy ténylegesen megnyitnánk és egy drágább művelettel elkészítenénk ezt a bélyegképet, könnyen ki tudjuk belőlük nyerni. Más dokumentumoknál ez nem adott, de hogyha már egyszer megnyitottuk, akkor ebben a user profile-ban, tehát ahol a beállításaink is tárolódnak, oda elmentődik egy ilyen bélyegkép erről a dokumentumra,
és így most már bármilyen dokumentumot, amit egyszer már megnyitottunk, egyébként csak kerülnek ide a startcenterbe, addig nem nyitottuk meg. Tehát, hogyha már egyszer megnyitottuk, akkor most már bármilyen dokumentumot ott lesz a bérképen. Illetve az is egy bosszantó dolog volt, hogy van ez a lista, hogy az utolsó 10 megnyitott dokumentum, de hogyha oda bekerült valamilyen dolog, mit tudom én, hogy a munkáján ülünk, és valami privát dolgot megnyitottunk, és ezt ki akarnánk törölni, akkor csak az egész listát lehetett egyszerre törölni. Most viszont, hogyha rámegyünk az egérre bármelyik ilyen bérképre, akkor megjelenik egy ilyen kis X-ikon, és szelektíven csak azt az egy dokumentumot is ki lehet törölni ebből a legutóbbi dokumentumok listájában. Mint ígértem, a második fele az előadásnak pedig a 4.4-nek néhány újdonságát emelnék ki. Ezek közül talán, ami megint én ergonómiai szempontból legizgalmasabb, ezek az átméretezhető ablakok. A LibreOffice összes ablaka, ez olyan nagyságrendileg 500 dialógus ablakot jelent. Úgy volt korábban leírva, hogy hát 5 percem van. Köszönöm. Úgy volt leírva, hogy hát egyszerűsítve pixel szinten be volt drótozva, hogy pontosan az egyes gombok, beviteli mezők, stb. Tehát, hogy a widgetek azok hol vannak a pozícióra, illetve a méretre is mind a kettőbe volt drótozva. Közben előre haladt a világ 20 évet, már mindenki átméretezhető ablakokat és valamilyen layoutot használ, hogy ez megfelelően megjelenjen. Mi meg egy helybe toporogtunk. Ennek még olyan következménye is volt, hogy LibreOffice az le van fordítva 110 nyelvre. A gombnak a szélessége az olyan széles volt, amilyen a legszélesebb stringet igényelt a 110 fordítás volt, tehát tipikusan angolban, ahol elég rövid szavakkal dolgozunk, nagyon szellősek voltak ezek a dokumentumok. Ez mind a múlté, a GTK-s UI formátumot használjuk, most már grafikusan lehet szerkeszteni ezeket az ablakokat, és most már ugyanannyi munkát igényel egy-egy ablaknak mondjuk a ergonómiai továbbfejlesztése, mint bármilyen más GTK-s alkalmazásnak. A 4.4-ben volt újdonság a writer-ös szövegdobozok, ez megint olyan, amin személyesen dolgoztam. Ennek annyi a lényege, hogy eddig vagy rajzos objektumokat szúrhatunk a dokumentumba, aminek mondjuk itt az a példa, hogy le van kerekítve a négyzetnek a sarka, ez lehet háromszög is, vagy bármilyen bonyolultabb alakzat, de utána viszont csak egyszerű szöveg lehetett benne, például táblázat, vagy bármilyen bonyolultabb tartalom már nem lehetett, vagy pedig lehetett egy writer-ös szövegkeret, de annak viszont meg csak négyzet lehetett körülötte, tehát nem lehetett bonyolult a geometriája. És ezek a writer-ös szövegdobozok ezt a kettőt kombinálják össze, tehát bonyolult geometriában bonyolult tartalmat tehetünk. Ez megint azért jó, mert például a már létező más formátumokban, ahol ez már korábban is megengedett volt, import időben valamit trükköznünk kellett eldönteni, hogy most melyiket dobjuk el, a bonyolult tartalmat vagy a bonyolult geometriát, és most akkor erre már nincsen szükség. A matematikai egyenleteket most már nem csak fekete betűkkel írhatjuk. Talán digitálisan aláírt PDF az több embert érdekelhet. Eddig ezt csak úgy lehetett megcsinálni, hogy elmentettük PDF-be és valamilyen külön alkalmazással írtuk alá digitálisan. Nem túl egyszerű, mert így akkor meg már elkészült a PDF, akkor úgy, hogy írjuk alá utólag, szóval ez nem volt egy ilyen egyszerű dolog. Ráadásul az ODF dokumentumokat eddig is alá lehetett írni, tehát nagyon sok infrastruktúra már megvolt a digitális aláíráshoz. Kettő összekombinálásával készült el ez a digitálisan aláírt PDF funkció. Aki bármilyen natív kódfejlesztéssel foglalkozik, az valószínűleg ismeri a Coverity-t. Ez egy kereskedelmi szolgáltatás, ami szoftverben keres hibákat, és open source projekteknek ingyen adják ezt a szolgáltatást. Egy ilyen szimbiózis jelleggel mi hirdetjük, hogy ők a Coverity-k és milyen jó az eszközük. Ők meg ugye, adnak nekünk egy olyan eszközt, amit egyébként csak pénzzel lehetne használni. A durva 8 millió fócsoros LibreOffice kódbázisban hihetetlen mennyiségű hibát talál, ez a 4.4-re gyakorlatilag lement nullára. Nyilván van, folyamatosan jönnek elő új problémák,
és akkor ezekkel foglalkozni kell, de most már nincs az, hogy egy kis kód átrendezés után jön megint 500 új hiba, csak azért meredik sem volt javítva, csak már nem veszi észre a rendszer, hogy ezek nem új hibák. PageMaker fájlokat tudunk Drive-ba megnyitni, a CMIS protokollon keresztül, ami ilyen mindenféle dokumentum tárak elérését célozza meg, most már tudunk SharePoint dokumentumokat megnyitni, menteni, ez finisotom egy dialógus ablak látszik, ahol éppen beírjuk a megjegyzést, miközben éppen mentjük el a dokumentumot, ugyanúgy tudunk OneDrive-ból és megnyitni és menteni is dokumentumokat, ezek a újdonságok a 4.4-ben. Hát ez megint ergonómia. Bal oldalon, hogy nézett ki eddig a rájtörös tartalomjegyzék, hogy HTML-ben bementettük, illetve a jobb oldalt, hogy néz ki, lehet választani, hogy melyik a jobb, nekem a jobb oldal, ez jobban tetszik. Pedig nem én csináltam, ez Német Lacinak a munkássága. És az utolsó percemben köszönetet szeretnék mondani egyrészt mindenkinek, aki bármilyen adományt eljuttatott a Documentum Foundationnek, aki a LibreOffice körüli mindenféle tevékenységet koordinálja. Ugyan a TDF tipikusan infrastruktúrára, minőségbiztosításra és gyakorlatilag mindenre költ a fejlesztést leszámítva, azért néha a fejlesztésre is adnak pénzt. Illetve amit még érdemes itt megemlíteni, hogy ez nem csak a kollaborára, akik itt meg ilyen dolgozok, de bármelyik másik cég is, aki a LibreOffice fejlesztését végzi. A kollabor az egy nyílt forráskódú konzultációs cég, tehát mi igyekszünk olyan embereknek, akiknek van valamilyen igényük, vagy cégeknek, van valamilyen igényük, de nem akarják maguknak megcsinálni, mi pénzzel megcsinálunk hibajavításokat, új funkciókat, stb. Tehát tipikusan, ugye ezt megfordítva, hogy amit mi csinálunk és megosztunk a közösséggel, az valakinek ki kell fizetnie, tehát minden olyan ügyfelünk, akinek a segítségével tudunk LibreOffice fejleszteni, azoknak köszönet, és ezt érdemes fejben tartani, hogy ellentétben például a most már igencsak elhálózó állapotban lévő OpenOffice-szal szemben, a LibreOffice-nál, hogyha valakinek C++ tudása megvan hozzá, és ideje van, és szeretne valamit csinálni, itt van lehetőség módosítani és javítani a LibreOffice-on, vagy valamilyen új funkciót beletenni, vagy pedig, hogyha ideje nincs, de pénze van, akkor itt vannak olyan emberek, akik hajlandók ezt megcsinálni. Érdemes mondjuk ezt összehasonlítani, hogy a lehetőségeket mondjuk itt, mondjuk egy Microsoft Office nyilván nekik rengeteg felhasználójuk van, és veszük ágába is foglalkozni velük. Mi igyekszünk odafigyelni erre, hogy legyen lehetőség arra, hogy a felhasználók így beleszólhassanak, hogy milyen irányba megy a LibreOffice-nak a fejlesztése. Köszönöm szépen a figyelmet! És hogyha van bármilyen kérdés, akkor arra igyekszem válaszolni. Nincs idő, kibutottam az időben. Jó, itt leszek az ajtó mellett és lehet kérdezni, akkor már csak ez itt a reklám helye, augusztusban jön a LibreOffice 5.0, nagyon szuper lesz, majd érdemes nézni a bejelentést, hogy milyen új funkciók, akiket érdekel egyébként, amikén el lehet olvasni ennek a kiadási megjegyzéseknek egy ilyen piszkozatát, igen, köszönöm szépen, de ez nyilván még nem teljes. Akkor köszönöm szépen még egyszer a figyelmet.